Sziasztok! Újfent itt vagyunk, folytatjuk ott, ahol élőben abba hagytuk, avagy a Twitch livestream után az első felkészülési mérkőzésünkkel, hiszen elindul a Premier League-re való felkészülés akciódúsabb része, avagy már nem csak játékosokat keresünk, hanem végre játszunk is, és próbálgatjuk az új szerzeményeket, már ha vannak, illetve megnézzük, hogy mire képesek a srácok a nyári pihenő után, úgy, hogy jó néhányan távoztak a klubtól. Mindeközben itt láthatjátok rögtön, hogy nagyon sok emberünk elment A kölcsönbe, vagy B kapott új szerződést. Itt az ígéretek között Scott Cassidy kölcsönbe, Gucci és Medrano és Pennant és Isaka új szerződést kapott, Parsley és Hopkins pedig kölcsönben játszanak már, és az ígéretünk szerint Matt Young, Jobby Medrano és Jacob Beaumont-Clark a megfelelő pozícióban fognak játszani, ugyanott, ahol eddig is. Úgyhogy ezzel nagy probléma nem lesz. Ami probléma viszont, hogy a sérültek listáján ott van, itt láthattátok a fő oldalunkon, Matt Young, akinek már most kiment a térde, tehát ez így jól indul, de essen túl rajta inkább most, mint sem, hogy szezon közben kelljen kihullania. Valamint Charlie Campbellnek ugyanúgy, Malik Callaghan pedig éppen épül föl a lábtöréséből, Nana Boateng pedig ugyanebből a lábtörés problémából még kell 3-5 hónapnyi pihenővel számolnia, és hát itt a jobb felsőben pedig azt láthatjátok, hogy milyen remek túrát sikerült leszervezni, ugyanis a Marlow elleni bemelegítő mérkőzés után már indulunk is Hollandiába, a Quick Boys, a jó nevű gyors fiúk ellen fogunk játszani, aztán a Dordrecht, majd az Ado Den Haag következik, hogy aztán 3 nappal később a visszautunk után a Portsmouth-tel mérjük össze idegenben az erőnket. Meglátjuk, hogy ezek közül mennyit tudunk ma ebben a videóban lenyomni, de amire mindenképp szeretném felhívni a figyelmet, hogy van egy friss és ropogós Discord csatornánk, aminek a linkjét megtaláljátok a leírásban és a kommentek között, úgyhogy gyertek, gyarapodunk, a szurkolótábor egyre nagyobb, köszönöm szépen a követéseket, a lájkokat, megosztásokat, feliratkozásokat, ezek mindig nagyon jól jönnek, illetve örülök, hogy tetszett nektek az új videó, amiben megmutattam azt is, hogy mi történik, ha jobb klikkel kattintgatunk itt a menüben, és hát bizony, most már azt hiszem eleget beszéltem, még annyi, hogy bal bekket szeretnénk mindenképpen, illetve egy középső középpályást. Utóbbira már van egy nagyon jó ajánlatunk, de még elhalasztottam egy héttel. Valamint majd mindjárt mutatom, hogy kik jöttek még a csapathoz, ugyanis összerakjuk a kezdőt a Marlow ellen. Marlow van, tehát Waterlooville, tehát egy egyszerű kis barátságos mérkőzés az egyik fiók csapatunk ellen, most már mondhatom ezt így, hiszen a másik a Woking lett. És hát itt láthatjátok is, hogy Young sérült, úgyhogy nem a legjobb kezdőt tudjuk kiállítani, hanem Matt Young helyén most úgy tűnik, hogy akkor Finlay Pollock lesz a jó megoldás. És közben láthatjátok, hogy 3 balbeket is szeretnék kipróbálni a mai meccsen, vagy hát nem feltétlenül csak ma, de hogy a következő meccseken. Gordon Myers, és Nick Newton. Mutatom az általam már most felállított sorrendet, ami tudom, hogy nem jó, de így az előzetes megfigyelések alapján. Zane Myers az, aki fizikálisan ott van a szerem, mentálisan is valamelyest, de a fontos tulajdonságai sajnálatos módon nem elég jók, úgyhogy őt nem sorolnám a lehetséges jelöltek közé. A második helyen nálam Gordon áll, aki 30 esztendős, és valószínűleg csak ez miatt áll második helyen, ugyanis mind fizikailag, mind mentálisan, mind technikailag nagyon jó állapotban van még mindig, és ott van pont Finlay Armstrong mögött, ahova ugye a cseréjének lennie kell, szóval szerintem ő egy igen jó cserejátékos lehetne. 333 meccset játszott a Bristolban korábban,
tehát ő nagyon sokat nem is játszott máshol, Skybet League 2 és League 1 tapasztalatai vannak, avagy negyed és harmadosztályban edződött, ami végül is egészen korrekt. De hát ő még csak a második a listán, és a toppon ott van Nick Newton, a 22 esztendős fiatalember, akinek a fizikai mutatói igen magasak, akár csak a mentálisak és a technikai számai is nagyon jó helyen vannak. Egyetlen egy minimális hátránya, hogy pont a fullback pozíció az, ami nem a legmegfelelőbb számára, hanem belső védő és előre tolt szélső védőként tud a leginkább játszani, de ez egy legnagyobb probléma. A csillagzata alapján, tudom, hogy nem ezt kell figyelni, de akkor is a csillagzat alapján ő a legjobb a pozícióban már most, pedig még csak 22 éves. És korábban a Chelsea-nél nevelkedve kétszer volt kölcsönben, egyszer a Bristol Roversnél, egyszer a Lincolnnál. Tehát tavaly már megtudta, milyen a Skybet Championship, 37 meccsen volt kezdő, gólt is szerzett, 87%-kal passzolt, és egy 6.88-as átlagot hozott rögtön az első Championship szezonjában, 21 kötője 22 esztendősen, ami azért nem semmi. Nick Newton tehát. Ő úgy nem lenne rossz, és akkor nézzünk valakit az U21-es csapatból, aki beférne még oda középső középpályára. Fahad Al-Sharani lesz a jó megoldás, akit már vinne is a Maidstone kölcsönbe, úgyhogy egyenlőre még be tudjuk vetni, hát ha szükség lesz rá a mérkőzésen. Egyenlőre nem változtatunk ezen a taktikán, a Marlow ellen kicsit csak lepörgetjük a rozsdát, és megoldjuk, amit meg kell oldani, remélhetőleg egy nagy arányú győzelemmel, még idegenben is. Jön hát a mérkőzés, kicsit hátrébb kerülünk, és hadd szóljon teljesen kékben az ellenfél, mi pedig a hófehér kék-arany színösszeállításban játszunk. Armstrong szabad rúgása a 6. percben, Poloknál a labda átívelni a túloldalra, de elcsípik. Aztán végül is visszaszerezzük, Beaumont Clark, Pennant, huha, hát ez nagyon mellé ment. Morgan egy újabb szabadrugással a félpályáról. Cabré teszi át Medránónak baloldalra, aki egy keresztlabdával indítaná jó barátját, Beaumont Clarkot, de ez nem túl pontos. Aztán megint Pollock támadhat. Kiteszi Iszakának és kapja is vissza, Iszaka teszi Pennant elé, kapufa. Lake a kirúgása, 25. perc végén, Pennant lép hátra labdáért, majd fut ki a bal szélre, de inkább visszateszi Armstrongnak, mert tudja, hogy neki nem ott van a helye. Medrano, Cabré, hát helyezzük a súlypontot a jobb oldalra, Beaumont Clark, vissza Morganhez, Barnes, jól teszi előre, Pennant pedig újfent mellélő. Armstrong bedobása a 39. perc legvégén, Pollock lép ki Lastiért, majd Armstrong kapja vissza Iszakától, Gucci középen. Nagyon kifelé megyünk a bal oldalon, nem tudom miért egyre hátrébb kerülünk, hát a bedobás az majdnem a szöglezászolnál volt, most pedig már a félpályán is túl a labda, mintha beszorítana minket a Marlow, ami azért felettébb kellemetlen. Pennant is hátraadja inkább Cabrénak, meglátjuk a jobb oldalt, Beaumont Clark bemegy középre, Pollock, az üres Iszakát találja meg, Iszaka lő, gól! Na végre, ez az, hol van. 40. perc, Freddy Iszaka góljával, 1-0 ide, ezt már egyszer beállítottam, de azért köszi. Pollock indítása, Iszaka veszi át jól, és küldi el a hosszúba, Lakok még beleér, de nem jobban, mint egy kis pályás kezdő, hogy egy klasszikust idézzek. És az első kaput talált lövésünk gól lett, most Dylan Barnes egy szabadrugás után csavarintotta be a labdát Pollock fejére, a bólintás után azonban a fölé ment a labda, ez viszont
szintén, bár nem sokkal elkerülte a kaput, és csak kívülről rezgette meg a hálót, aztán miközben én ezt a mondatot befejeztem, lefújták az első fél időt, a 10 lövésünkből mindössze 2 talált kaput, ami szerintem siralmas, de legalább sokat volt nálunk a labda, és pontosan passzolunk, ami jó jel az új szezon előtt. Elindítjuk a második fél időt, csere egyenlőre egyik oldalon sincs, úgy néz ki, hogy mindketten arra megyünk, hogy a srácok meccsrutin szerezzenek, és én csak annyit kértem a fiúktól, mint egy változtatásként, hogy magasabban kezdjék el letámadni az ellenfelet, már is jövünk egy szabadrugással, Iszaka lő, ez fölé száll. 52. perc, Barnes kis szöglettel Iszakának, már bomonklál, Gucci gól! Nagyon szép a szöglet variáció, Lakok már csak a hálóból tudja kihalászni a lasztit. Gucci nagyon egyedül maradt, és megtalálta a helyet a védők lába közt. Gucci, aki pattanóval indult meg, Pennant indítaná Barnes-t, végül Gucci-nak kell ezt megtennie. Barnes beadja az érkező Iszakának, és egy dupla kapufa után kipattan a labda. Látszik, hogy nem hazai pályán játszunk, ott biztos jobban szeretne minket az a bizonyos keresztléc. Hoppá, egy 11-es következhet, ugyanis felrúgták Pennantet, a sértett áll oda a büntetőponthoz. És kihagyja. De ugye, inkább most, mint éles helyzetben. Dylan Barnes beívelte a rövidre, nem volt érkező ember, és mivel letelt az első 60 perc, ezért sorcsere következik. Sorcsere után itt tartunk. A kipattanó labda, az bizony nem viccel, úgyhogy most tudjuk megtenni, hogy mindenki bejön. Vannak néhányan, akik már most elbízták magukat, szóval lehet, hogy Marlónak adunk egy kis esélyt, de például itt a fiatal kapusunk Richards, hogyha nagyon régiesen szeretném. Lényeg az, hogy a 23 esztendős hálóőr megmutathatja, mit tud, valószínűleg nem. Dixon nem talál kaput, úgyhogy Richardsnak csak ki kell rúgnia. És Thomas ezúttal Wallace-t indítaná jobb oldalon, de Wallace hátrafelé szalad. Majd végre megpróbál támadni, Ásarani előre teszi Wallace-nak, Kyle érkezik, nagyon jó, bent középen kéne valaki ember, de nincs, Wallace, Fraser forog le gól. Az öreg Nathan Fraser azért megpróbálja eladni magát. Elvégre, most már elég régóta átadó listán van, mióta visszajött kölcsönből, azóta már be is jelentkeztek érte, csak még ajánlatot nem tettek rá. Úgyhogy 3-0 ide, ezúttal Nathan Fraser a gólszerző. Bellas végzi el a szabadrúgást, előre pattan a labda, Newton! Nincs les! Nincs! Newton az új szerzemény, azonnal gólt szerez. Nem tudom hány perce van a pályán, nagyjából 20-21, és már is gólt szerzett. Nick Newton. Három perc a hosszabbítás, mire is pörög, és az ellenfél tér felén végezhetünk el bedobást, még utolsó, de már nem is támadunk tovább, inkább letudjuk ezt a meccset könnyedén, ügyesen és okosan, ahogy szoktuk. Az egyetlen kihagyott 11-es mellett azért lőttünk 4 gólt a Marlónak, ami nagyon kedves tőlünk, hogy csak ennyit. A mérkőzés legjobb valószínűleg Freddy Iszaka 8-2-jével, a többiek is nagyon jó hely, tehát a Richards kapott egy 7.0-át, Newton 7.4 a kis góljával, Medrano az egész meccset végigjátszott a 7.3-mal, Wallace 7.7, úgyhogy ráadásul nem is az ő posztján játszott, nem csatár volt, hanem jobb szélső, és Fraser beállva gólt szerzett, így 7.4, Pollock 7.7,
és valóban éjszaka lett a meccs legjobbja. A végeredmény tehát az első felkészülési mérkőzésünkön Marlowe, havonta Waterlooville, 0-4. Meg is kaptuk a hírt a mérkőzés után, mely szerint Dominic Thompson, az egyik jelöltünk, inkább a Huddersfieldet választotta. Azt a Huddersfieldet, akik egyébként a másodosztályban játszanak, Luis Boamorte, a portugál mester irányítása alatt, és hát Dominic Thompson úgy tűnik inkább a másodosztályban játszana, 26 ezerért hetente, mint sem nálunk 25 ezerért hetente. Ő tudja, sok sikert neki, így már akkor túl sok választás nem maradt, ugyanis ő lekerült a listáról, ami azt jelenti, hogy szó szerint lekerül a listáról, és nélküle megyünk tovább. Kettő jó hírem is van, az egyik a bal felsőben látható kis meglepetés, a másik, hogy Narcisse Cabré nagyon jó értékelést kapott, és azt mondja az U21-es edző, nem tudom miért ő mondja, de ő mondja, hogy bizony sokat fejlődött Narcisse Cabré, és már most nagyon jó játékos lehetne egy harmadosztályú csapatban, szerintem másodosztályban is nagyon jól megállta a helyét, és olyan potenciál van benne, hogy még egy Premier Ligás védő is válhat belőle, már most az, de semmi gond. Ami még plusz hír Narcisse Cabréval kapcsolatban, hogy megpróbáltam leszerződtetni, de azt mondja, hogy nem érdekli a szerződés hosszabbítás, azt mondja, hogy sokkal jobban meg kéne erősíteni a csapatot annál, mint ami most érzékelhető, ahhoz, hogy egyáltalán megfontolja, hogy nálunk játszik tovább. Ez egy elég nagy tördöfés volt a szívem környékére, különlegesen azért, mert ugye sztárjátékosról van szó, és 3,8 millióért is akár el lehetne passzolni, viszont a jelenlegi szerződésében benne van egy kivásárlási záradék, ami 2 millió 900 ezer euró, aminél följebb nem tudtam már tekerni akkor, amikor megkötöttük ezt a szerződést. Annyi, hogy jelenleg 2500-at keres, pedig 10-szer ennyit is kereshetne. Szóval ebből a szempontból ez nem baj, viszont abból a szempontból igen, hogy 2 millió 9-ért elvihetik bármikor, amikor éppen átigazolási időszak van, tehát akár most is. Viszont annyiból még jó, hogy 2034-ig szerződés köti hozzánk a kopaszodó 20 esztendőst. Na de, Delphi megkapta a munkavállalási engedélyt, a 19 esztendős bal hátvéd ide jöhet hozzánk. Na most ingyen érkezik, de valamiért levonnak 155 ezer eurót a 28 milliós büdzsénkből. Mindegy, vonjanak, nem tudom, hogy miért. A 0 euró, ez az, amibe kerül. És 25 ezeret fog keresni 5 egész esztendőre. Jelzem még egyszer, 5 esztendőre kötöttük le sztárjátékosnak. Olyan klubok, akik nemzetközi porondon szerepelnek, elvihetik 20,5 millió euróért. Ez 2 év múlva szeptemberben jár majd le, ez a kikötés. És ha kiesünk a Premier League-ből, akkor 10,2 millióért vihetik el. Szóval, ha másért nem pénzcsinálásért, úgymond, már megéri ez a fiatalember. Hát az, hogy 900 ezeret kap erre az 5 esztendőre elosztva, azért az elég komoly, meg 10 ezeret azért, ha egyetlen pályára lép, de mit van mit tenni? Szóval tulajdonképpen, hogyha játszik, akkor nem 25, hanem 35 ezer euró a bére, hetente egyszer, így azért az elég komoly. Hát nagyon sok pénzt költöttünk rá, méghozzá azért, mert mindkét poszton bevethető, és igen, óriási kockázatot vállaltam vele, ugyanis nem scoutoltam a játékost, vagy nem figyeltettem meg, viszont ajánlólevélnek ott van, hogy a Barcelona nevelése, és a Barcelona B-ben töltötte el a spanyol másodosztályban
a korábbi szezont, és nagyon brutális értékei és szereplése volt, sérüléseit tekintve pedig 2029. december óta nem volt sérült, szóval a bokája az úgy tűnik, hogy eléggé sérülékeny, ez általában 3 hét alatt megoldható, szóval nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ő mit tud tenni, de nagyon remélem, hogy működni fog, és ez miatt van az, hogy én őt mindenki előtt megelőzve szerettem volna leigazolni, ugyanis a Skybet Championship-ből, tehát a másodosztályból 3 csapat is érdeklődött iránta, a Forest, a Sunderland és a West Brom, de a francia első osztályból a Lille, a skót első osztályból a Hibernian, az olasz első osztályból az Atalanta és a spanyol első osztályból a Hetafe is vitte volna. Nekem ennyi elég volt ahhoz, hogy ajánlatot tegyek érte, úgyhogy én ezt most elfogadom. Úgyhogy lesz egy nagyon fiatal, nagyon sztár bal hátvédünk. B. A közönségnek semmi sem jó. Érdekes. Természetesen, mivel portugál fiatalember, elküldjük egy intenzív nyelvi kurzusra, ami itt látszik mögöttem, valamilyen szinten. És egy sztárjátékos már most, aki még sokat fejlődhet. A korábbi teljesítménye alapján vannak kétségeik a szurkolóknak, én nem tudom, hogy miért, de nézzük végül is a számait. 16-os elhivatottság, 12-es munkabírás, 16-os technika, az igen, 19 évesen 16-os technikája van, 12-es beívelés, 13-as csel, 13-as első érintés, 10-es passzolás, ami még hiányzik, az az emberfogás és a szerelés, amit azzal pótol, hogy 18-as agilitása van, tehát olyan szinten tekereg ott a bal szélen, hogy ihaj, 15-ös gyorsulás, 14-es sebesség és 18-as állóképesség. Hát ő az, aki az egész meccsen tudja a gegenpresst játszani, és nem fárad el. És hogy említettem, 16-os elhivatottság, 11-es anticipation, ami ugye megjósolja azt, hogy mi történik körülötte, és le is reagálja igen gyorsan. Nem túlságosan sok 10 alatti értéke van, a bravery és a leadership, tehát nem ő lesz az irányító, és nem is lesz túl bátor, de ez abszolút nem érdekes. Labda nélküli mozgás 12-es, amikor támadunk, 12-es helyezkedés, amikor védekezünk, 11-es csapatmunka, 11-es vízió, és ahogy említettem, már 12-es munkabírás, úgyhogy ő úgy érezte, hogy sztárjátékosként ide kell jönnie hozzánk, és nagyon remélem, hogy jól beilleszkedik majd a csapatba. Úgyhogy most már mindenképpen meg kell szabadulnunk Brandon Hortontól, és kérdés, hogy akkor most leigazoljuk-e a 22 esztendős fiatalembert, vagy sem. Newtont ugye. Hiszen nagyon sok pénzt költöttünk Delphire. Megint előjött a hír, most, hogy feljutottunk a Premier League-be, hogy lemondana Joe Barker, a jelenlegi CEO, vagy az igazgató úr, és eladná a klubot egy helyi befektetőnek a közeljövőben. Meglátjuk, mi lesz. Kiderül valószínűleg elég hamar. Vagy hát nagyon remélem, mert nem jó a bizonytalanság sosem. Ilyen gyorsan el is érkeztünk a második mérkőzésünkhöz, hiszen a Quick Boys következik. Elnézést! A lényeg, hogy tudunk kezdeni ugyanazzal a csapattal, amivel az imént, a Marlow ellen, viszont ott lesz a cserepadon most már ugye Nick Newton mellett Delphi, a frissen leigazolt bal hátvéd sztárunk, és Halmai Ádám, a 29 esztendős magyar bal szélső támadó középpályás, vagy jobb szélső támadó középpályás. A lényeg, hogy ő csak így kisegítőnek van itt. Úgy néz ki, hogy rosszabb, mint Tom Duffy, de ha bármi van, Tom Duffy ugye fáradt, nem tudom,
nem akarom túlterhelni, inkább Halmai fáradjon el, mint sem Duffy. Úgyhogy ő még jött, mert Young lassan kilábal a kis sérüléséből, még 3 nap is visszaáll edzésbe, úgyhogy őt még nem erőltetném. Cadogan pedig még 2 nap, és végre visszatérhet, úgyhogy Foster került ki a kezdőből, és Richards elképesztő módon már is ott van a 2. számú kapus szerepében. Úgyhogy nézzük, mire vagyunk képesek a gyors fiúk ellen. Kezdődhet is a mérkőzés, ezúttal sárga-kékben az idegenbeli mezőnkben, az ellenfél pedig fehér-kék-feketében fogad minket. Iszaka robog el a bal szélen, és kanyarintja be a labdát, de nem ért el az érkező csatárig, úgyhogy újra meg kell szereznünk. Gucci, Cabré. Azt nézi, hogy indul-e valaki, de nem, úgyhogy Morgannel kell összejátszania. Most talán Barnes jó helyre, jókor érkezett. Medrano a közép pálya kellős közepéről kiteszi Armstrong, aki végre megindul, elvégre pozitív hozzáállásban játszunk. Pollock, Barnes, Bomonclark üresen lő, Fabrinak kell védenie. Na most Dylan Barnes lesérült, úgyhogy az ő helyére kell valaki, de először még Pennant helyzete és lövése, ami fölé száll. Most tudunk akkor cserélni, majd én intézem. Dylan Barnes azt mondja, hogy lábsérülése van neki is, pedig milyen jó meccset fut, ugyebár. Owusu bedobása a 14. perc végén, egy jó keresztlabda, Young azonban kiröppen a kapujából, és megszerzi azt magának. Pennant, Van den Brink fejeli vissza elő, de hát megszerezzük együttes erőben a labdát, úgyhogy újra támadhatunk. Pennant, Gucci eladja a labdát. Gucci megint kezdi. Ponka indul meg a jobb oldalon. Próbál megvezetni Armstrongot, de ez nem jön össze. Medrano segíti ki a tapasztalt balszélsőt. Ez egy jó indítás Pennantnek, de milyen jó! Kien Pennant is betalál végre. Pollock micsoda labdát adott neki. Nézzük meg, honnan fölnéz, és indítja a középcsatárt egy olyan pontos labdával, amilyet nagyon ritkán látni ezen a szinten. Vagyis hát, most már Premier League-ről beszélünk, szóval talán mégis. 1-0 tehát. Morgan bedobása, Bellas, Bomonclark. Érkezik Gucci, Bellas találja a lövésével. Legalább nem adta el a labdát. Szöglet, Bellas kicsiben fogja megoldani, úgy látom. Nem, beíveli a rövidre. Ahakbar. Nagyon jó nevű játékos. Medrano, mekkora gól! Az igen. Joby Medrano. Ahakbar kifejeli, Gucci leteszi Morgannek, ő átteszi a bal lábára, és Medrano kapásból eltekeri a rövid felsőbe. Mert ő ilyet is tud. 2-0. Közben felhívom a figyelmet, hogy a Quick Boys, vagy a gyors fiúk milyen remek rövidítése rendelkeznek. Kubo ott a bal felső sarokban, ez látható. De most nézzük inkább a jobb alsóban Bomonclarkot. Bellas kap közben labdát, Bellas visszateszi, vissza bizony Pollock. Gyenge a fejes, Fabri könnyen védi. Ugye a szöglet, Bellas kicsiben, Iszaka, Bomonclark, Bellas, Bomonclark bent 16-oson belül, és most már bent van. Jackson Bellas asszisztjából Bomonclark gólra váltja a túlerőt itt a szélen, a jobb oldalon. Iszaka kicsiben, Bomonclark, Bellas kapja is vissza, a védő azt se tudja, merre van arca előre, és ha már nem jön szembe senki, Bomonclark bevágja a hosszúba. 3-0. Franken egy szögletet végezhet el a 45. percben, tehát a rendes játékidő utolsó minutumában. El Kahati! Youssef El Kahati! Ez elég nagy dugó volt.
szögletből, tehát pontrugásból kaptunk egyet. Polok kifejelte ugyan, Ahakbar leteszi El Kahatinak, Yang hiába dől, El Kahati nagy erővel a hosszú sarokba bombázott, úgyhogy 3-1-re módosítja az eredményt így a félidő vége előtt, hogy azért ne legyen annyira keserű az a szájíz a gyors fiúknak. 3-1-re vezetünk tehát az első 45 perc után, úgyhogy most úgy érzem, mivel hogy ez a túra elég hosszú, jöhet egy sorcsere. Jön tehát a második félidő, rengeteget cseréltünk, ugye szem szerint 9-et, ugyanis a kapusunk megmaradt, és Jackson Bellas is a pályán, hiszen ő még csereként állt be az elején. Bellas Wallace-t indítja, és kapufára tolta a kapus ezt a lövést, amiben elég nagy erő volt, úgyhogy gratulálunk innen is Fabrinak, akinek ez sikerült, és hát Halmai Ádám a jobb szélen, úgyhogy meg is van a labda, Halmai, Thomas, Kyle, kiteszi Halmainak, Halmai jön, tisztára játssza magát, és Fabri! Szép lövés Halmaitól, aki úgy tűnik elvégezheti a szögletet is. 53. perc, mire befelé jön a fejes mellé, Delphi, a csodás bal hátvédünk, 19 esztendősen beível, és gól! Nick Newton! A másik bal hátvéd. Micsoda érkezés volt a rövid oldalon. Delphi izomból megcsűri, és Newton lefejeli az érkező hátvédeket. Úgyhogy ott a gól. 4-1. Megint egy szöglet, ezt Halmai fogja elvégezni a 69. percben. Ő is Newton fejét kereste, de nem találta meg. Coleman kiteszi Delphinek inkább. Newton. Thomas, Szemenyó, az öreg Jai megindult előre, de inkább visszapasszol, most megint Thomasnak, de csak erőltetjük, hogy a jobb oldalon kéne valamit művelni, Szemenyó nem kapcsol, hogy előre kéne futnia, vagy legalább előre felé passzolni, na végre Halmai, beközépre Wallace, Halmai Ádám asszisztjából Paul Wallace talál be. Boom! Mintha csak az ifjú Tommy Wright-ot látnám. Viszont óriási, nem is vettem még észre, hogy az ellenfélhez beállt, van miért. Franken íveli be, Enkvankó, Delphi az, aki nagyon jó helyen állt, és kivédte a kapu felé tartó lövést. El Kahati volt az, aki felrúgta a játékosunkat, Youssef azonnal is sárga lapot kap. És egy újabb szöglet a 82. percben Delphi kiüti a labdát csupán a kapus, Newton, Thomas és Szemenyó a labda útja. Megint Newton, Delphi, Coleman, két ember közül Kyle-nak, Delphi, laposan középre is Bellas! Nagyon szép teljesítmény a fiataloktól. Jackson Bellas bevágja a nála is fiatalabb Delphi középre lőtt labdáját. Valamilyen oknál fogva assziszt az nincs, mert úgy néz ki beleért, van miért. Elképesztő. Mi ez a név? Meg kell nézni a meccs után, hogy ki ő, mi ő, ugyanis nem láttam még ilyen nevet. Bőven fán dolgom óta szerintem ez az egyik legjobb holland név, amit láttam. Van miért éppen, aki felszabadít, az utolsó labdaérintés az övé, ha megkérdezik, miért van a pályán, csak a nevével válaszol. Nagyon szép értékeléseket kaptak a srácok, majdnem mindenki, 7 egész vagy a fölötti, míg a csere emberek is, Halmai is, ami elégem meglepő, hiszen azt mondták róla, hogy hát nem ide való, maximum cserének lehet jó. Jackson Bellas pedig a mérkőzés legjobbja, úgyne 13. percben állt be, de hát azért csak lőtt egy gólt, és volt egy gólpassza is, úgyhogy gratulálunk innen is,
a friss igazolásnak. A végeredmény tehát Quick Boys, Havanten Waterlooville, 1-6. Sajnálatos módon elfelejtettem mondani, hogy 3251 néző közül körülbelül 3000 távozott, avagy ment el idő előtt a stadionból a Quick Boys mérkőzéséről. Nézzük, Dylan Barnes van Mizu, kicsit megrúgták a bokáját, 1-3 napig nem játszhat, vagyis valószínűleg a következő meccset a Dordrecht ellen kihagyja, 3 nap múlva pályára kell lépnünk ugyanis. Na végre, kaptunk 2 ajánlatot Bradley Fosterért, miután levittem 20 000-re a kikiáltási árát, és 16-ért jönnek az ajánlatok. Mindegy, csak vigyék már el Bradley Fostert, ugyanis van sokkal jobb, sokkal menőbb kapusunk, úgyhogy azt mondják, 16 000 is azonnal viszik, ennyi. És ő Brentfordba szeretne menni. Hát én annyit szeretnék tenni, hogy mivel 29 éves, nem hiszem, hogy eladják majd, de ha esetleg termelnének rajta profitot, akkor annak a 10%-át szeretném. Nem adják ott, nem. Nem hiszem el. Jó, akkor mindegy, ezt a 16-ost elfogadjuk Watfordtól. Bocs, haver, elrontottam. Pedig a Brentford is vitte volna. Hát most mit tegyek? És imhol a következő igazolásunk, Jordan Pollock, akivel még a streamben incselkedtünk, hogy na vajon kell-e ő nekünk vagy sem, és abban állapodtunk meg leginkább, hogy jó lenne egy Pollock-Pollock duó oda középre. Ugye Jordan Pollock tudna védekező középpályást játszani, Finlay Pollock pedig a támadásban segíteni a csapatot, szóval a jelenlegi taktikába mindketten beleillenek. Más kérdés, hogy a két csapatkapitány Young és Gucci helyén tudnának ők játszani, de hát mit van mit tenni. Ami jó hír, hogy mindössze 4 millióért tudtuk megszerezni őt, tehát nem kapott olyan nagyon nagy ütést a büdzsénk. Még csak 22 esztendős, igaz, hogy 26 000-et fog keresni, ez tény és való, 5%-os éve béremeléssel, de 5 esztendőre kötelezi el magát hozzánk, és csak egy regular start, tehát nem is sztárjátékos, hanem hogy a rendszeres kezdő pozícióban azért ott lehet, néha kiültethetem pihenni, és a minimum kivásárlási ára olyan csapatoktól, akik ugye nemzetközi porondon szerepelnek, ahogy már említettem vala, ez egy ilyen új opció, hiszen felsőbb liga nincsen, 5.750.000, ami 1.750.000-nel több, mint amennyiért megvesszük, ráadásul, és 2.9-ért elvihetik, hogyha kiesünk, de a lényeg, hogy nem egyszerre fogjuk kifizetni ezt a 4 milliót, hanem most kifizetünk ezek szerint 2,6-ot, 2 felett, bár én úgy emlékszem, hogy 2 milliót, de most ez mindegy. A lényeg az, hogy kifizetünk 2 milliót szerintem, vagy hát emlékeim szerint ez így volt, és utána még 2 éven keresztül 6 havonta 500 000-eket tovább utalunk a kinek? Blackburnnek. Tudtam. És így néz ki Jordan Pollock lőlapja, vagy nem tudom, hogy mondjam. Egy nagyon tehetséges, A+-os ajánlású játékosról van szó, aki elsősorban medzenát, vagy hátravont irányítót, vagy szanaszét szaladgáló irányítót, vagy előretolt irányítót, vagy középső középpályást tud játszani leginkább. Ezek mellett még Carriero, box-to-box midfielder és labdaszerző középpályás posztokon is bevethető, mind középpályán, mind pedig védekező középpályásként. Úgyhogy én úgy érzem, ő elég sokat tudna hozzáadni a csapat teljesítményéhez, hiszen nagyon jól cselez, jó az első érintése, a távrőlövései, 16-os passzolása van, ami lássuk be elég fontos. A 8-as szerelésen még van mit javítani, meg a 7-es emberfogáson, hogyha védekező középpályásként szeretnénk használni,
de 14-es a technikája, 10-es munkabírás, 11-es elhivatottság, ezek lehetnének jobbak, de a fizikai értékeinél nincsen 13-asnál rosszabb, ami azért elég komoly. És hát a többi értékeit is látjátok, szerintem ő jó lenne. Szerintem ő jó lenne, és ő is úgy jött hozzánk, hogy hát nagy potenciál van benne, bár más csapatok nem repültek rá annyira, mint Delfire, de azért én most elfogadom azt, hogy ő megérkezik, legyen ez egy jó, avagy rossz döntés, vállalom a felelősséget. Jordan Pollock B. Nagyon boldog a szurkoló tábor, hogy egy ilyen tehetséges és fontos játékos sikerült igazolnunk. DM, azaz védekező középpályásként szeretnénk játszatni, de ez nem így lesz, hanem midfielder és... Deep lying playmaker, defend. Tehát ő nála ezt szeretném beállítani, és fókuszáljunk a defensive positioningre, avagy az emberfogásra, meg a szerelésre kell majd, de egyenlőre akkor a defensive positioning lesz az. És Gucci-t kérem meg, hogy köszöntse a csapatban. Gratulálunk, Jordan egyébként védekező középpályás, tehát ezért is hasznos, hogyha nem medzalaként, hanem deep lying playmakerként, vagy éppen ball winning midfielderként, tehát labdaszerző középpályásként számítunk rá, és hogy a riportok alapján eléggé rendben van, szereti a nagy meccseket, ami szintén jó. Beívelni nem tud, de nem is kell neki. Szóval igen. Egy jó Premier Ligás középpályás lehet belőle. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ő működni fog. És akkor, ha minden igaz, kivehetek valakit. Al-Sharanit kivehetem, és Jordan Pollock érkezhet az ő helyére, így a cserepadra. Igyekszem jóvá tenni a hibámat. Felajánlottam a Brentfordnak 16 ezerért mindenféle egyéb nélkül Bradley Foster játékjogát, és azt mondták, hogy na jó, akkor ajánlatot teszünk, úgyhogy ezt elfogadjuk úgy, ahogy van, hiszen Foster is oda szeretne menni a Brentfordhoz. Az mellett valamilyen oknál fogva hirtelen lett egy meccsünk a Girona ellen, de hogy mikor? Július 30-ára. Hát ez elképesztő. Nem. Tehát nincs rá lehetőség. Nem. Ugyanis most ugye játszottunk a Quick Boys-al egyet, játszunk a Dordrecht-tel és az Adodenhággal még Hollandiában, majd hazajövünk, játszunk egy idegenben a Portsmouth-tel, majd legyomunk egy szokásos warm-up league-et, ezzel felavatván a friss fűtést a stadionunkban. Mindhárom mérkőzésünk televíziós, és mindhárom meccsért kapunk 21.740 eurót, ami azért eléggé komoly összeg az eddigieket tekintve. Ugye Hull, Fulham, Everton, ők a három csapat, akik a warm-up league-ben részt vesznek, illetve egy utolsó barátságos meccset vívunk még hazai pályán a Juventus U23-as csapata ellen, hogy egy kicsit visszarázódjunk azért a normál kerékvágásba, és pozitív mentalitással, pozitív morállal tudjuk megkezdeni a bajnokságot. Remélhetőleg ez lesz, legalábbis ez a terv, úgyhogy ezt rögtön ki is dobtam a kukába ezt az opciót, úgyhogy közben bemutattam a sajtónak Pollockot, a másodikat ezen a névem. Időközben szeretnék igazolni egy jó fizioterapeutát, aki lehet Pedro Simões, vagy nem tudom, hogy kell a portugál neveket kimondani, de ő, Pedro,
vagy pedig Thomas Walsh, a 43 éves Scunthorpe fizió. Na most Thomas Walsh nagyon szívesen jönne 5,75-ért, ahogy eddig is dolgozott, és az egyetlen hátránya, hogy ki kell fizetnünk neki kemény egy évnyi bérét, ami 23 ezer vagy 28 ezer vagy így euró. Pedrónak viszont nem kell ezt megfizetni, neki pusztán a munkavállalásit kell elintézni, hiszen EU-n kívülre fog költözni, hogyha sikerül, tehát a munkaengedélyt azt meg kell szereznie. Szóval ugyanúgy 18-as fizió mind a kettő, és itt kaptam a hírt, hogy igen, hát 28 ezeret kéne fizetni a Scunthorpe-nak, úgyhogy én inkább ezt delay gombra nyomok, vagyis elhalasztanám a döntést egy héttel. És nagyon remélem, hogy abban a hétben megkapja a portugál fiatalember azt a bizonyos segítséget a hivataltól, a polgárúr Jenőtől, és dolgozhat nálunk, elnézést, közben megkeveredtem itt a sok visszatérővel. De jöjjön akkor a mérkőzés a Dordrecht ellen. Kiválogathatjuk, hogy ki legyen a kezdő. Amondó vagyok, hogy ezt még meg tudjuk tenni, hogy pihentetjük továbbra is a sérülteket, illetve azokat, akik most érnek vissza, nem teljesen fittek, de őket akkor még nem dobjuk be a mély vízbe. Nathan Fraser ott van ugyan a kispadon, de reméljük nem kell beállnia, mert hát sok másik csatárunk ugye nincsen Wallace-on és rajta kívül, úgyhogy lehet, hogy majd egy csatárt is kell igazolnunk, ugyanis erről a posztról egy cseppet megfeledkeztem a nagy bal hátvéd és középső középpályás keresgélésben, illetve arról is megfeledkeztem, hogy hát Nana Boateng nem tér még vissza egy hamar, ugyanis még mindig azt írja a rendszer, hogy 3-5 hónapig nem számíthatunk rá, és már azon gondolkozom, hogy akkor fölösleges őt jelölni, vagy beregisztrálni a Premier League szezonjának első felére. Mert úgysem tud pályára lépni, és csak foglalja a helyet, szóval ha ő a 25. és valakinek még be kéne férnie, akkor őt kiveszem és beteszek helyette valaki őt, aki tud is játszani, mert törött lábbal Nana nem sok segítségünkre van, azért lássuk be. Úgyhogy akkor maradjon így ez a kezdő, én a mondó vagyok. Egyenőre ugye Jordan Pollock még nem annyira érzi, hogy mit kell csinálnia, de majd érezni fogja. Úgyhogy esünk neki, de először ezt kiveszem, és utána mehetünk pozitív, hát inkább akkor kiegyensúlyozott hozzáállással. De persze, ezt most visszarakom, és átállítom itt, hogy next match only. Figyeljünk, hogy csak a következő mérkőzésre változtassunk, és most balanszt. Köszönjük szépen a lehetőséget. Na, lássuk a meccset! FC Dordrecht, Havanten Waterlooville, tehát egy picit közelebbről megtekintve, mi vagyunk sárga-kékben, az ellenfél zöld-fehérben, remélhetőleg nem fogjuk összekeverni egymást, és most először pályán a Pollock páros. Morgan, Camré, Pollock, Bellas és a másik Pollock, Morgan, Jay Pollock, Bellas, Finlay, Medrano, gyönyörű labda Isakának, Isaka visszateszi Finlay Pollocknak, aki begurított a középre, de röviden, Armstrong lecsap a kipattanóra, Finlay Pollock lő, megpattan és röfsz, még ezt is kiüti. Wow! Műsoromentés. Isaka végezheti el a sarokrúgást a 22. minutumban. Cabré érkezik, fölé pattan a labda. Bellász a szabadrugással, Bomon Clarknak gurítja le, és a tömegből már majdnem azt hittem, hogy szöglet lesz, de nem. Bellász szabadrugás, na most lesz szöglet, vagyis az előbb les volt, de
de most már jöhet a sarokrúgás. Bellas a rövid oldalra próbálkozott a kifejlett labdával, de Graf indul meg. Nem annyira érjük utol, most már igen, mert megállt. Edhardt, Bomonklár lép oda, megszerezték a labdát, de most Young rúgja túlzottan előre. Smand veheti le. 39. perc végén járunk, amikor is próbálkozik támadást építeni az ellen. Van de Grupp. Mikéli, de Graf. Edhardt. Sikorski. Edhardt. Mikéli. Fermőlennek egy remek labda, kisodródik, visszateszi Amissinek, aki eltalálja a kapufát. Isaka pedig fölrúgja Smith-t, úgyhogy szabadrugással jöhet a Dordrecht, de Graf rá is tekeri, de szerencsére fölé száll. Bellas egy újabb szabadrugással. Hát ez mondjuk szintén a kapufát talált el, az ellenfélnek is volt már egy ilyen hasonló lövése, de az támadásból, mármint akciógól lett volna, bemegy, de az is kapufa lett. Nálunk ugyanúgy 7 lövés, mint az ellenfélnél, ők egyszer sem találtak kaput, tehát ugye a kapufa nem számít. Nekünk egyszer legalább sikerült, azt bravúrral védte az ellenfél kapusa, úgyhogy maradt a 0-0, ez már egy komolyabb meccs. Jöjjön a második 45 perc, ők 2-t cserélnek, ha jól látom, mi 10-et. Mert megtehetjük. Úgyhogy egy kicsit felforgatott csapattal fogunk a második félidőben kiállni. Ugye most itt álltunk ki, egyedül a kapuban maradt meg Joe Young, a többiek viszont frissek és fittek remélhetőleg. Jai Semenyo szerez labdát, aki tulajdonképpen a jobb hátvédünk, de a középpálya kellős közepén jutott hozzá a labdához. Na mindegy, nem baj ez. De Graf, jó labda Vermeulennek, aki begurítja Young mellett a lasztit. Ez egy remek kis kontratámadás volt. Valóban az 51. percben hátrányba kerülünk először a felkészülési meccseink során. De Graf nagyon jól látta meg Vermeulent, és a kevéssé összeszokott védekező négyes sajnos elszámolta magát. Halmai szabadrúgása. Rövsznek kell védenie, ugyanis Halmai ügyesen eltalálta a kaput ezzel a lövéssel. A kigurított labdával pedig Sikorski próbálkozott indulni, de ez nem jött össze neki. Paul Wallace lerúgták. Nagyon remek. Foot injury, ugyanúgy a lábával van valami gebasz, mint Cadogannak és Boatengnek, ami nem jó hír. Mutasd meg, hogy helyed van a csapatban, hát ez nem sokat segített a hangulatán, de reméljük, hogy a többieket fel tudjuk dobni Halmai szabadrugásával. Brooks, gól! Mekkora bomba! Ez a szabadrugás variáció elég jól működött, úgy érzem. Halmai megurítja Brooksnak, aki kapásból bebombázza a rövidbe. 1-1. Obdam bedobása. Renfuam. Mikéli. Egyre hátrébb szorítjuk az ellenfelet. Kéne egy labdaszerzés. Mert a bal szélt nem fogjuk nagyon. Van de Grupp. Visszateszi a sarokból. Kyle labdát szerez. Ásereni zavarása után sikerült az a labdaszerzés, amit kértem. Most Halmai indul meg. Tőle elveszik. Ásereneihoz gurul azonban. Semenyo vissza Ásereninak. Hárman vannak vele szemben, inkább Coleman-t választja, aki kiteszi a szélre Duffy-nak. Duffy a szintén fiatal balsz, és ő mekkora passz! Adam Brooks! 2-1-re módosítja az eredményt. Gyönyörű játék. Felfedeztük, hogy a bal szél viszonylag szabad, Duffy nagyon gyorsan megtette, amit meg kellett tennie, és izomból belőtte középre Brooksnak. Mondhatnám, hogy a szokásos gólunk, belőjük az ötösön belőre, és bepofozzuk közelről. 2-1 tehát, és még hátra van 5 perc, úgyhogy beszólok a srácoknak, hogy hey, nyugi, calm down.
bármi is történik, most már nem kell felpörögni. Nyugodjunk meg. A hosszú előrévet labdát Semenyo nagyon szép légstoppa szelidíti meg, Delphi pedig hazad, hogy Young előre rúghass a Brooks felé. Azonban ez pontatlan, jön az ellenfél, Van de Grupp. Young véd. És az ellenfél kapusát felküldik a támadáshoz, Mikéri ível be, de a labda fölé száll, úgyhogy elhárult a veszély. 5 perc a hosszabbítás, minimum ezen a meccsen, Delphi indítja Duffyt, eddig ez már egyszer működött itt a bal oldalon, Halmai szöglete jön át a hosszúra, kipattan, Brooks megint kapásban rázúdítja, és Ruffs az, aki egy hatalmas védéssel megóvja a csapatát a góltól. Halmai kicsit húzza az időt, bár még nem ért el hozzájuk a bekiáltásom, mert lehet, hogy ott Hollandiában lassabban terjed a magyar hang, úgyhogy még mindig pörgetik a fiúk izomból. Semenyo, Halmai a bedobás után, Kyle, Al-Sharani, leforog mindenkiről és bevágja! Eldőlt! Már nem kell izgulni, ha eddig bárki izgult volna ezen a barátságos meccsen, ugyanis a fiatal Fahad Al-Sharani, mindjárt meglátjuk, Sharani, elnézést, Al-Sharani el csalinkázott a védők között, majd ballal bevarta a jobb sarokba. Le is telt az 5 perc hosszabbítás, úgyhogy Röfsz kirúgása után valószínűleg vége is a mérkőzésnek. Mondtam én, de hát nekem ugye nincs a számban síp, hogy lefújjam a találkozót ellentétben a bírósporttársal, aki végre ezt megtette. És egy vezéráldozattal ugyan, de megvan ez a mérkőzés is. A túránk eddig igen jól alakul. Annak ellenére, hogy 37%-ban volt nálunk mindössze a labda, egészen jó arányban passzoltunk pontosan. 14 lövés, ebből 7 ment kapura. Tulajdonképpen elfogadható, látva az ő 11-2-es arányokat. És hát Brooks 2 gólt szerzett. Halmai gólpassz, Kyle gólpassz, Duffy gólpassz, és Al-Sharani egy harmadik gól. És Adam Brooks természetesen a duplája miatt leginkább, ugye a mérkőzés legjobbja lett. De azért az is szép teljesítmény, hogy Al-Sharani így beállva fiatalon, támadó középpályás posztra, ráadásul, ami egy igen fontos része ennek a taktikának, 7,9-el ott van Duffy mellett, aki szintén egy nagyon fiatal ember, úgyhogy örülök annak, hogy ők itt vannak. Azt kell mondjam. A végeredmény tehát FC Dordrecht, Havanten Waterlooville 1-3. Már is itt a rossz hír, Paul Wallace egy hónapra kidőlt, kiment a bokája sprinterés közben. Én nem tudom, milyen állapotban van a Dordrechtnek a pályája, de azért ez szomorú. Ugyanis, ha megnézzük, hogy hány csatárunk van Pennant helyére, akkor leginkább Isaka, Brooks, Wallace, Fraser és Barnes jutnak az ember eszébe. Közülük ugye bal szél, cserecsatár, sérülés, távozó, középső középpályás, támadó középpályás, Halmai Ádám értelemszerűen még nincs itt, még talán. Finlay Pollock, hát igen. Eljött ez a nap is. Pedro megkapta a munkaengedélyét, szóval 2 évre elkötelezi magát hozzánk, 1300 eurót keres majd hetente. Biztosan megérdemli. És Bradley Foster sikeresen aláír a Brentford csapatához és csatlakozik hozzánk, úgyhogy a harmadik számú kapusunknak, aki az évkapusa címet is elnyerte egyszer. Ha megnézzük a milestone-jait, akkor amellett, hogy warm-up league bajnok volt többször is, bekerült 2031-ben is a szezon legjobb 11-et magába foglaló csapatába, vagyis a közönség jobban szerette őt, mint... Nem, csereként volt ott, ugye 12-szer lépett pályára 6-88-as átlaggal, tehát
ott volt a csapatért, amikor kellett, illetve Seasonal Best 11, ott volt Bradley Foster 48 meccsen, 7,02-es átlag, brutális, amit művelt ott a Skybet League 2-ban, vagy a harmadosztályban, bocsánat, negyedosztályban, és bekerült a Hall of Fame-be Matthew Turner után. Ott van Bradley Foster a padon, 110 meccs, 7,11-es átlag. Úgyhogy egy olyan játékostól kell elbúcsúznunk, aki alacsonyabb szinteken végigvitte a csapatot, végigvédte a bajnokságokat, nagyon jól muzsikált, nagyon jól megértette magát a védelemmel, de most el kell, hogy köszönjünk tőle. Sajnáljuk, hogy el kell menned, de megél, kiérdemelted ezt az esélyt, úgyhogy hajrá! És azt mondja, hogy nagyon jól érezte itt magát, de a jövője más felé tereli őt, úgyhogy nagyon köszi, hogy ezt lehetővé tettük. Ő is egyetért azzal, hogy ez volt a megfelelő idő a váltásra. És akkor most itt van az óriási dilemma, hogy mi legyen Tom Duffy-val. Hagyjam őt elmenni kölcsönbe, és akkor tutira játszik folyamatosan, mert ugye regular starter, tehát rendszeres kezdő a bal szélen, vagy legyen az, hogy maradjon itt, és ő is azt mondja, hogy boldog lenne, ha itt maradhatna a klubnál akkor is. Úgyhogy tulajdonképpen én azt mondom, hogy mivel Tom Duffy így tudna leginkább fejlődni, ezért én most azt mondom, maradjon velünk, és legalább arra a fél évre, amíg ugye Boateng nem áll lábra konkrétan, addig tudjon már nekünk besegíteni, ha szükséges. Úgyhogy én azt mondom, hogy a transfer státuszban nem lesz ő elvihető, úgyhogy elutasítjuk mindkét ajánlatot, és Tom Duffy velünk marad arra az esetre, hogyha be kell ugrani a bal szélre. Fahada Sharanit könnyebben elengedem, ugyanis ő azon a poszton tartalék, támadó középpályásként ugye, 19 esztendősen, ahol ott van nekünk Dylan Barnes, ott van nekünk Finlay Pollock, és ott van nekünk most már, még nem jegyeztem meg teljesen a nevét mindenkinek, de ott van Jackson Bellas is. Úgyhogy én azt mondom, hogy Fahad Al-Sharani mehet a Maidstonehoz, ahol is fontos játékosként középpályás lesz, a Maidstone pedig van a National League-ben játszik, de hát az lényeg az, hogy folyamatos játékidőt kapjon Fahad, és úgy tud fejlődni. Közben Charlie Baxton azt mondja, hogy nem érzi annyira jól magát, tehát ráadásul a megfigyelőnk szerint nem mozgott magabiztosan, még akkor is, hogyha a Bishops 8-2-re elverte a rendőrök csapatát, és azt mondja, hogy ha más körülmények között történt volna a mérkőzés, akkor több gólt is kaphatott volna. Három lövésből mindössze egyetlen egyet tudott hárítani. Kérdés, hogy milyen lövések voltak azok, de hát Charlie Baxtonnak azért ugye szintén fejlődnie kell, és nagyon remélem, hogy a Bishopsnál van valami normális Basic Youth Facilities legalább, és Fairly Basic Academy Coaching, ami azt jelenti, hogy legalább az ifjúsági létesítmények azok elfogadhatóak, és ugyanúgy az akadémiai edzés is. Jó. Ebben az esetben annyira nem aggódom, de remélem, hogy nem dobtunk most el egy fejlődőképes fiatalt. Itt vagyunk tehát a befejező mérkőzésünkön, legalábbis ennek a túrának a vége, az ez a meccs az Ado Den Haag ellen, ahol is úgy tűnik, hogy néhányan már megérzik azért a terhelést, úgyhogy Jai Semenyo kezd jobb hátvédben, Finlay Armstrong helyett Delphi kezd bal hátvédként, aztán
Medrano helyett mondjuk Nick Newton, aki csak szimpla középhátvéd, akár csak Cabré, ami nem baj, mert legalább így akkor hátul maradnak. És Beaumont Clark helyett akkor most Almai tud kezdeni, mert Cadogan még nincs olyan helyzetben. Isaka helyén pedig Adam Brooks. És akkor Pennant is heavyben van, de hát Pennant helyén is maximum Adam Brooks tudna játszani, vagy Nathan Fraser, és Nathan Fraser-t inkább most még nem tenném oda a kezdőbe, majd esetleg a második fél időre, ha úgy adódik. És akkor megint ott hagytam az All Match-nél. Ne kövessétek a példámat, figyeljetek oda a felkészülés során arra, hogy a Next Match Only legyen betikkelve, kiválasztva, és akkor nem rontjátok el teljes mértékben a kezdő taktikátokat, hanem csak a következő meccsre fókuszáltok, mint ahogy most remélhetőleg a csapat is. Kezdődjünk tehát, micsoda fűnyírás, hát atya ég! Már majdnem olyan, mintha háromdimenziós lenne a pálya, hogyha elég sokáig nézzük, de igazából nem az. Fölülről látjuk az egészet. És hát úgy tűnik, hogy ezúttal az Ado Den Haag sárga-kék, mi pedig a mi kis habfehér aranykék mezünkben. És Brooks eltekerte volna a hosszú fölé, ámint hogy ő nem oda akarta volna, de oda sikerült. Huben szöglete a 17. percben. Szemenyó fejeli ki. Uladmhand. Halmai. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de innen nézve Halmai egészen korrektül mozog itt a nagy csapatban. Egy újabb szöglet, a 20. percben járunk, Huben ismét. Newton fejeli ki. Fati. Ulad Mhand. Nem tudom, hogy kell kimondani nevét. Emre Ates. Fati. Cabré lép ki jól. Pennant. Jó labdaszerzés. Kicsit Barnes háta mögé, de Brooks már jó ütemben kapja. Brooks jól is adja be, és ott is a gól. Kian Pennant. Ki más? Adam Brooks tökéletesen készített elő. Pennant itt még a kezdőkörből indítja az akciót, aztán fut. Brooks megvárja, úgymond, majd két védő között belövi laposan, Pennant pedig bebombázza közelről. Engem nem zavar, ha minden gólunk ilyen lesz, csak legyenek góljaink. 2 perc mindössze a minimális hosszambítás, az ellenfél támad, Van de Haar, Cabré, gyönyörű felszabadítás, Dekkers lép föl a védelemből, és íveni be Van de Haar felé, aki rá is fejer ide, fölé száll a labda. És le is pörög ez a félidő, úgyhogy marad az 1-0 ide. 5 lövés, 1 ment kapura mind a két csapatnál, az állás mégis 1-0 ide. Indult a második félidő, 3-as csere az ellenfélnél, érkezett Fos, Borhut és még egy harmadik fiatalember. Lensen a harmadik, aki bejött. Most már Müller is a pályán. Fati újabb szabadrugása, ez is polokról pattan le, úgyhogy Ulad Mhand szögletet végezhet el az 54. perc végén, a hosszú oldalt választja célponttól. Van de Haar, a hajas ember, szemenyó, és sikerült bedobásra menteni. Éppen cserélgetnék, amikor is támad az ellen. Müller megpattan Szemenyóról, és szöglet. A 70. percben járunk, és hogyha, nem hogyha, hanem amikor kivédekeztük ezt a szögletet, mert Young tökéletesen időzítette a kilépőjét, akkor sorcsere következik.
Ahogy említettem, megtörtént a sorcsere, és csak Joe Young maradt a pályán a kezdőből. Mindenki fit tehát, és meglátjuk, hogy mennyire tudjuk lekezelni az Adoden Hágot. Hoppá! Nem túl jó. Nem túl jó, Joe Youngnak kell kivédeni ezt a távra lövést, ugyanis egy kis hiba csúszott a gépezetbe, a visszafejelt labda ellenfélhez került. Itt viszont már Isaka tudott felszabadítani, úgyhogy igyekszem a srácokat egy kicsit még felbátorítani a végére. Hát ha sikerül, nem. Nem baj. Pollock. Finlay Pollock. Armstrong Coleman. Ugye nem volt les. De nem ám. Hát micsoda szabadrugás variációink vannak, hölgyeim, uraim. Lekötor, lekotor, bekotor. Ennyi. Három érintés. Legurítjuk a szabadrugást, tovább passzoljuk, majd belőjük. Ennyi. Gyönyörű játék. Fos, Tálal, Müller, Alles Müller, Odervász. Inkább ez az Odervász volt, mert úgy fölé rúgta, mint a pinty. Nem tudom, hogy a pinty hogy rúgja fölé, de mindegy. Közben Fraser forog le már megint, és ezt is bevágja Nathan Fraser, Freddy Isaka asszisztjából. 5 percen belül 2 gólt szerzünk ezzel, megforgatjuk a kést az Adoden Haag szívében, nem beszélve a szurkolóik hasonló szervéről. Fraser kapja itt a lasztit, és bum! Innen már nem volt nehéz dolga. Nem tudom, hogy miért tátosodott meg Nathan Fraser hirtelen, de ettől függetlenül még el szeretném adni. Vége van a mérkőzésnek, nagyon szép játékkal és egy sorcserével együtt sikerült nullán tartani az Adoden Haagot. Egész jó osztályzatok a cseréktől is, 6,7 a legrosszabb, ami azért, Delfinek és Barnesnak nem volt túl jó meccse, ezúttal 6,6 és 6,4, de a többiek kitettek magukért. Na, a mérkőzés legjobbja Freddy Isaka, aki a 71. percben állt be, kulcspasszok és egy gólpassz is kijutott neki, úgyhogy Adoden Haag, Havanden Waterlooville 0-3. Nagyon jól sikerült befejezni a támadásainkat, 1,37-es XG-re sikerült 3 gólt lőni, ami azért elég jó. Ha megnézzük az anyagi helyzetünket, 4,2 millió, ez ennyi pénzt kaptunk, vagy ennyi pénzünk van, 5,9 millió érkezett be ebben a hónapban, július 20-án. Nézzük már meg, hogy mire kaptunk ilyen sokat. A tévés közvetítésekhez havi összegeket utalnak a számlánkra, eddig ilyen 1,7-1,8 millió körülieket, most pedig 5,3 milliót, ami azért elég korrekt összegecske, úgyhogy ezt a 98 milliót, amit az elején ott nagyon örvendezve fogadtam, azt így havi bontásban fogjuk megkapni, úgy tűnik, és hát ez elég jó, hogy így kapjuk a pénzeket, hiszen így van lehetőség arra, hogy tényleg megfizessük a játékosainkat, azt el is felejtettem megmondani, hogy 3,86 a limit, amit a különböző bérekre költhetek játékosok, és a szó, amit keresek, az a kollégák, nem tudom, nem beosztottak, mert nem mindenki nekem dolgozik, ugye a alkalmazottak, ezek szók, meg szavak, túl sok időt töltök a Football Managerrel, és már a fölösleges szavak kipárologtak, csak azt tudom, hogy Nalábóá tegnek eltört a lába. Na mindegy. Szóval, hogy 100 000-rel kevesebbet költünk jelen pillanatban bérre, mint amennyit költhetnénk, és még mindig van 25 milliónk arra, hogy játékost igazoljunk, és még ezt is tudjuk bőven állítgatni, hogyha esetleg túl sokba kerülne valakinek a fizetése, de azt hiszem ez a veszély nem fenyeget minket. Úgyhogy jelenleg úgy állunk itt a beosztást tekintve, hogy 4 meccsen kaptunk összesen 2 gólt. A holland túrát ezt elég sikeresen letudtuk.
a Quick Boys elleni meccs az elég gyorsan elment, ugye 6-1 arányban sikerült nyernünk, a Dordrecht ellen 3-1, a Den Haag ellen pedig 3-0, és akkor hazajövünk végre, 3 nap múlva a Portsmouth ellen játszunk, majd egy sima kis barátságost, azt még idegenben, aztán 3 Premier League csapat ellen fogunk pályára lépni, mindet közvetíti majd a tévé, abból is kapunk plusz pénzt, ami parádé, szóval a Hull, a Fulham és az Everton ellenében fogunk majd pályára lépni. Ez a terv, és ugye jelen pillanatban a friss igazolásokkal együtt, inkább a taktikában mutatnám meg, szóval kezd alakulni a kezdőcsapat, én nem tudom, hogy mennyire lesz ez működőképes, ugye Young biztosan, és Jordan Richards biztosan a kezdőben, illetve a padon. Ugye jelen pillanatban, most, hogy ilyen jók a bal oldal, a jobb oldal lett rossz a bal oldalhoz viszonyítva, ugyanis Jai Semenyó 2 csillagos, míg Oli Morgan 2,5, ami nem azt jelenti, hogy rossz játékos, nyilván, mert neki is megvannak, itt látjátok a remek kis értékei, és egészen elhivatott, meg hasonlók, szóval ezzel abszolút nincsen baj, csak a kis csillagzat az egészen mást mutat. No de hát, se gond. Newton helyén ugye itt Jobby Medrano, aki összeszokott már Cabréval, ami nagyon-nagyon jó dolog. És igazándiból, ami jó, ugye, hogy Medrano a bal oldalon az, aki föllép, előtte ott van Young, aki szintén föllép, tehát ezért kell neki föllépnie. Polok ugye visszavontan játszik, Cabré is ott marad a helyén, de Fee meg rohangál föl a lába a szélen, csak hogy jó legyen. És akkor hát nyilván nem Halmai játszik majd, de ott van most már Malik Cadogan, akinek szintén jó lenne pályára lépnie. Egyelőre azonban Pomon Clark lesz a kezdő, Brooks helyett pedig ugye nyilván Freddy Isaka az, aki ott van, és akkor Barnes és Pennant elől, úgyhogy nagyjából én erre a kezdőre számítanék, ezzel a felállással legalábbis, aztán a többit majd meglátjuk, mert akkor úgy néz ki, hogy ezzel a hozzáállással tudunk tovább játszani, ha már a holland első osztályú csapatokat így egészen korrekt módon tudtuk kezelni. Ami biztos, hogy én Nick Newtont szeretném leigazolni, mert nagyon-nagyon jól játszik. Egy fontos játékos, aki még tovább tud fejlődni, és hogyha a középpályát, véd pozíciót nézem, akkor a számok alapján a legjobb. 15-ös elhivatottság, 14-es work rate, avagy munka hozzáállás, vagy hogy mondjam. 8-0-5-ös edzés szint, ami megint csak jó. És ami biztos viszont, hát nem tudom, itt van Halmai. Tehát, hogy ő 16-os elhivatottsága és 11-es hozzáállással itt adja neki erőteljesen a szélső poszton, és szerintem egész korrekt módon hozta ezeket a meccseket, ha megnézzük, hogy milyen riportot kapott ő maga. Jól teljesít nyomás alatt, konzisztensen és több pozícióban bevethető, ugye jobb bal oldalon, kiegyensúlyozott, és jól kezeli a labdát, valamint elhivatott a hozzáállása, ami kellemetlen az, hogy nem bírja a nagy meccseket, ami elég jelentmond annak, hogy jól teljesít nyomás alatt, na mindegy. Mivel van a National League-es szinten van a számok alapján, ezért nem annyira passzol egy Premier League csapatba, rosszul fejel, nem kapcsolódik be a szociális tevékenységekbe, és lehet, hogy a korral majd újra kell edzeni középhátvédnek, nem túl okos a pályán, és nem fog már fejlődni. Surplus to requirements, hát de ez csak azért, mert minden kölcsönjátékos így van. Közlemben meg ugye 770 és 660 között egy 7-10-es átlagot tudott hozni,
egy fél időt, illetve 71 percet játszott az elmúlt három meccsen. 28-ból 25, 15-ből 13 és 19-ből 17 passz. Egy-egy assziszt akkor, amikor egy teljes fél időt tudott játszani, és amikor 71 percet, akkor pedig nem asszisztált, de ettől függetlenül azért az az Ado Den Haag ellen volt egy teljesen más csapattal tulajdonképpen, de egész jól művelte, amit művelnie kellett. Halmai Ádám. Na majd meglátjuk. 30 esztendős mondjuk, maximum tartaléknak tudom elképzelni, ez tény és való most már, de ettől függetlenül lehet, hogy jó lenne nekünk. A másik, ami jó lenne nekünk, az egy cserecsatár, ugyanis van nekünk Pennant, van nekünk Wallace, de nincs nekünk senki más. Úgyhogy először is nézzük meg, hogy mennyire örülne azt a mindenit. Na, szóval, hogy Nick nagyon örülne, hogyha csatlakozhatna. Lehető legtöbb mérkőzésen szeretne részt venni, 18 és 23 ezer közti fizút szeretne két évre, 15,5 millióért el kellene, hogy engedjük, illetve ha kiesünk, akkor 7,75 millióért. Úgyhogy ingyen jön hozzánk. A játékidő. Azt csökkentsük le egy picit. Majority of the matches. Tökéletes, vagy a meccsek többségén szeretne részt venni. El vagyok ragadtatva. Jelenleg ugye nincsen semmilyen szerződése. 28-án lejár a próbaidőszak, de 20-án én már szerződést ajánlok neki. Én squad playerre gondoltam. Regular starter szeretne lenni. Most hogy legyen mindenki regular starter, hogyha ennyien vagyunk. Na jó, de ez a srác, ez kell. Legyen regular starter. 31 ezer, kerekítsük le mondjuk. 28, ne, 27 félre. Nem. 30 ezeret akkor is kér, hogyha nem lesz holnap. Jó. 30 ezer. Atyaig. Na jó, nézzük. Így már elfogadja. Ezt, hogy az ügynök lezárta, hogy 15,5 millió, vagy 7,75 millió. Ennyiért. Ennyiért engedhetjük csak el Nick Newtont, akinek az van a történelmében, hogy a Chelsea jól fölnevelte, kinevelte, átadta kölcsönbe a Bristol Roversnek, aztán a Lincolnnak, és onnantól elengedte. De hogy miért? Én nem is értem. Nem kell nekik egy ilyen jó fiatal hátvéd? Nem tudom, mi bajuk van. Na, se baj. Szóval őt mindenképpen leigazoljuk. És akkor az a kérdés ugye, hogy mi legyen ott a szélen, mert Boateng eléggé sérült, Cadogan most tér vissza, Paul Wallace meg lesérült, szóval kéne egy csatár. Itt a kérdés, itt hagyom a kérdést, jó? Én itt most rányomok a mentésre, addig is, amíg beszélgetünk egy kicsit, vagyis hát megpróbálok kommunikálni. Szóval a lényeg az, hogy a bal szélen ugye Boateng kiválásával gondjaink vannak, ha csak nem tudtam Duffybe segíteni, illetve csatárposzton Wallace sérülésével kellemetlen helyzetbe kerültünk, hiszen nincsen normális helyettese Kian Pennantnek, és nem lehet minden meccsen őt játszatni. Úgyhogy az a kérdés, hogy Eden Brooksot toljuk előre csatárnak, és keresünk egy balszélsőt, vagy Eden Brooks legyen a balszélső, és keresünk egy csatárt. A választ kérlek, írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltok erről a helyzetről.
valamint csatlakozzatok hozzánk Discordon is, most már azt is megtehetitek, link a leírásban és a kommentek között is remélhetőleg, de az előző videónál mindenképpen, remélem most sem felejtem el. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet, egészen korrekt kis túrán vagyunk túl, egészen jól muzsikált együtt egyenőre a csapat, úgyhogy jöhetnek a nagy ágyuk, a Portsmouth után a Hull Fulham Everton 3-as, majd pedig a Juve U23-as csapata. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Kíváncsi vagyok arra is, hogy mit gondoltok az új szerzeményekről, hogy jó irányba megyünk ezzel, vagy sem, vagy most hogy van, hogy látjátok ezt a helyzetet, mi a véleményetek így rögtön a felkészülésről az első Premier League szezonunkra, és természetesen továbbra is köszönöm szépen a lájkokat, követéseket, feliratkozásokat, megosztásokat, mindent, és ne felejtjétek el beállítani az értesítéseket is, hogy nem maradjatok le semmiről. Nektek további jó játékot és jó szórakozást kívánok, valamint továbbra is hajrá, nem is annyira kis csapatok, hajrá, Avanton Waterlóvél. Sziasztok!